MSZP pártelnöke, úgyhogy ezekről a témákról is fogom kérdezni Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt vasárnap este a Pont Hétben. Egy műsor, amelynek a műsorvezetője is vendég lesz. Köszöntöm a nézőket, Hegyi Iván vagyok. Minden csütörtök este 8 órától Kapufa címmel jelentkezik sportos beszélgetős műsorunk, amelynek vendégei között található a neves személyiségek közül Fenyő Miklós, Hajdú B. István, Kapláref József vagy éppen Sárközi professzor. Reméljük, mint minden Kapufa, ez is izgalmas lesz. Isten véled, édes piroskám! Hogy alig győzte kivárni. Ünnepelje hát velünk kedvenceit, névsor szerint Aracki Lászlót, Csapó Gábort, Dobrádi Ágost és Péter Szabó Szilviát. Fergetege születésnapi parti páratlan váratlanságokkal, Hajdú Péterrel és Dömsödi Gáborral, vasárnap este 8 órakor az ATV-n. Hát térjünk kézed, édes piroská! Média partnerünk a Star Magazin és a Budapest Rádió. A névsor kommunikációs partnere a T-Mobile. Szereted az erőset? Megújult cselló csomagok most még kedvezőbb áron, már havi 4.990 forinttól. További info és megrendelés, vagy a 1221-en. Ki többet magadból. Július 15-én került megrendezésre, immár hagyományosan a résztvevők által az év legvidámabb éjszakai show címmel kitüntetett kiállítása Debrecenben. A korábbiaktól eltérően már délelőtt elkezdődtek a programok, majd éjfélkor a Best in Show győztesének kiválasztásával zárul. A kiállítást főzőverseny, futballmeccs, a debreceniek és a vendégek között, valamint kutyás bemutató programok előzték meg. Ezzel is bizonyítva azt, hogy a kutyások egy nagy család, és nem csak a kiállítások kellenek közös programnak, hanem igény van az összejövetelekre, a kiállítások előtti beszélgetésre. Ezt a kezdeményezést a debreceni szervezet elnökének, Szabó Sándor úrnak a kutyások nevében is köszönjük, reméljük folytatódik a hagyomány, és többen csatlakoznak hozzá hasonló programokkal. Már 6. alkalommal került megrendezésre a Debrecenben az éjszakai CAC kiállítás. Ha jól tudom, ő minden alkalommal aktív résztvevője volt a kiállítás rendezésének. Milyenkor a feladata? Ilyenkor a feladatom természetesen a kezdettől az A-tól az Z-ig, a rendezés, a pályabeépítés, a rendészeti feladat, beléptetés, parkoltatás, minden körre odafigyelni, minden a helyén legyen,
úgy a protokoll sátor, mint a Betty Show körnél, valamint a vendégek, a kutyás kiállítóknak a humános viselkedésére, tehát nyilván, hogy vannak különböző atrocitások is, de is oda is oda kell figyelnünk, de természetesen korrekt eljárással, tehát, de még sorolhatnám egy kicsit itt, hogy... Ha jól tudom, elég régóta a debreceni szervezet tagja. Így talán elmondható, hogy akik itt vannak, szinte mindenkit ismer a helyiek közül. Könnyebb ez így ez a feladat? Természetesen, de hát ilyen esetekben nem csak a helyiek vannak, mert nagy a létszám, közel 1000 kutya van nekünk most benevezve. Egyértelműen itt az ország minden résztülő, valamint külföldről is vannak kedves vendégei, sportások, kutyások, és nyilván, hogy egyformán fogjuk. A feladat az egyforma. Hány éve kutyázik, és mióta tag? Én 1964 óta vagyok tag, hát én azóta kutyázom, azóta különböző mesterfokozatokat végeztem, mint kiképző, aztán hivatásos kutyáként őrzővédő szolgálatnál szolgáltam, szinte mondhatom, hogy kutyával keltem, kutyával feküdtem, tehát megszállottan csinálgattam én ezeket a dolgokat, mind ideig. Mikor fogja abba hagyni? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát amikor már nem bírom ezt, egy fizikailag, szellemileg úgy érzem, hogy már nem vagyok rá alkalmas, remélem az még nem jön egy hamar. Mit lehet itt még tudni a mai nap rendezéséről? Hogyan lehetett elérni azt, hogy egy ilyen hatalmas területen, ilyen jól szervezetten történnek a dolgok? Hányan dolgoznak ezen a szervezetből? Hát egyesületi vezetőségi társaság közül szinte mindenki részt vesz ebben. Mindenkinek megvan a maga feladata. Nyilván tartunk előtte egy vezetőségi eligazítást, és mindenkinek ki van osztva a szerepe, és ki mit vállal be, annak természetesen teljesíteni kell. Nyilván az én szerepköröm ebben a rendészet, a kiállításnak, amit már az előbb elsoroltam, ezeknek a feladata. De ugyanúgy minden vezetőségi tagnak ugyanez megvan a feladatköre, hogy ki a szellemi munkába, ki a mindenféle, ami csak ezzel kapcsolatos. És a tagok is segítenek ebben a munkában? Természetesen vannak nagyon kedves kutyás sportársaink, tagok, ami igen lelkesen segítenek ebben. Jó érzés egy ilyen rendezvény után lepihenni? Megnyugtató? Vagy már várják a következő évet? Megmondom őszintén, hogy a családom is eléggé megszállottan szereti a kutyát, de már lassan kezdenek lebeszélni róla, hogy látják rajtam a fáradtságot, hogy apa, ez már nem hiányzik neked, mert nagyon fáradtan érkezek haza este is. Nyilván egy-egy ilyen jelenet után, mint az éjjel is, megszálltak bennünket a rossz időjárása, illetve megáldottak, de hát erről nem tehetünk. És ez több plusz munkát igényel, és nyilván ezzel is oda kell figyelni, hogy minden időben a helyére kerül. Szeretettel köszöntök mindenkit az újonnan megválasztott Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete vezetése nevében. Úgy gondolom, hogy már hazajöttünk ide Debrecenbe. Sokadik alkalommal, talán hatodik alkalommal, ha jól emlékszem, az éjszakai kiállítás keretén belül találkozhatunk itt önökkel. Kiemelkedő ez az éjszakai rendezvény itt a kora esti órákban, mivel első alkalom, hogy több mint 900 kutya nevezését regisztrálta a helyi szervezet. A jelenlegi, ezévi kiállító ínséges időben úgy gondolom, hogy egy ilyen nevezési létszám mindenféleképpen elgondolkoztató. Nagyon szépen szeretném megköszönni ezt a kiállítóinknak, hogy eljönnek ide Debrecenbe. Elég nehéz egy ilyen szép, hosszú szőrű kutyát felvezetni a ringbe, de akik nem ismernék meg a fajtát, bemutatnád nekünk?
Jó napot kívánok! Tresó André vagyok, gyöngyösrejöttem, boronyésztenyésztéssel foglalkozom már több mint 10 éve. Több ezer éves múltra visszatekintő fajtáról van szó tulajdonképpen. Ölebnek tenyésztették ki őket már több ezer év óta. Kedves, barátságos, játékos, jó természetű kiskutyafajta, igazi társaskutya, igazi ölebecske. Élvezi a gazdatársaságát, igazi lakáskutya. Mondjuk a szőréről látszik is ránézés, hogy ez egy olyan kutyafajta, aki tényleg... Körös. Olyan körülmények közé való, hogy nem az udvarra, nem a hidegben, nem embertelen körülmények közé. Szóval én nagyon-nagyon szeretem őket, igazi társas és családi kutyusok. Kicsit munkát igénylő a szőrápolásuk, de hát talán pont ettől tartjuk őket annyira kedvesnek, meg szépnek. Mert azért azt mondjuk el, hogy a bison családban ők hova tartoznak? Miben lehet megkülönböztetni őket a többi bisontól? A bison családban tudjuk, hogy több kutya tartozik. Igazándiból legközelebb talán a bison frizéhez tudnánk őket hasonlítani, de a bison frizértől kisebb méretűek, könnyebb csontozatúak, kicsit lágyabb kinézetű kutyusok, a szőrminősége másabb, lágy hullámosabb és hosszabb szőre van, mint a bison frizének. Ez a könnyebb, légiesebb megjelenésű kutyuska és kedvesebb, rövidebb orcori részsel rendelkezik. Milyen színekben van? A bolonyai csak fehér lehet. Most születik olyan bolonyai kiskutya, főleg az olasz vonalból eredendően, hogy nem hófehérnek születik, hanem ilyen enyhén aprikot árnyalatnak, ami aztán egy éves korára válik fehérré. A bolonyának fehérnek kell lennie felnőtt korban. Tehát akkor az a tévhit, hogy egy bolonyéz sárga, meg igenis sárga a szeme, sárga a fenekénél, az csak ott van, ahol egy esetleg nem teljesen fajta tiszta bolonyéz van, illetve rosszul kezelt kutya van? Hát az az igazság, hogy a bolonyészt azért elég munkás ápolni, ha jó szőrminőségű. A szemkörnyék az nagyon-nagyon sok munkát igénylő, de most ők is rendszeresen fésülve és takarítva vannak, és mégis letekerjük az ablaküveget, megindul egy bizonyos kölfolyás a szem alatt, ami elszíneződi a szem alatti részeket, szóval náluk is lehet látni. Hát ezeket rendbe kell tenni, le kell retusálni, rendszeresen, mondjuk nála például... Szóval nem annyira érzékeny. Pont ezt akarom kérdezni, hogy minden... Egyedenként változik. Tehát akkor nem minden bolonyéznak igenis folyik állandóan a könnye. Mi a tenyésztő véleménye ezekről a speciális műtétekről? Nem tudom, nekem még nem volt soha műtétem. Mondjuk az, hogy a könycsatornát időszakosan megnézetik, hogyha ha annyira kórosnak tűnik ez a szemfolyás, az nem gondolom, hogy járt a kutya egészségének. Hát esztétikusabb lesz, hogyha ez a könycsatorna eldugult, és ezáltal kitisztítják, az biztos, hogy könnyebb lesz az ápolása is. Sajnos a hovajta hordoz ilyen kicsit kellemetlen dolgokat is. Ezeket meg kell csoldani. Itt is meg lehet azt mondani, hogy ha egy jó tenyésztőhöz megyünk, mert ugye ez is egy olyan típusú fajta, amit nagyon sok helyen lehet kapni. Nézhetjük azt is esetleg, hogy megnézzük, hogyan vannak tartva a kutyák, hogyan ápolva. Erről is jó tenyésztő, egy jó tenyésztő? Meg lehet így erről bizonyosodni? Hát szerintem mindenképpen, főleg a tartási körülményekről. Egy külföldi ismerősünk mondta annak, igen, a Németországban azt nyilatkozta egy tenyésztő, hogy arról lehet felismerni Németországban egy tenyésztőt, hogy elmennek a tenyészetébe és megkérdezik, hogy hány öreg kutyát tart. Ha azt mondja, hogy csak 5 év körüli kutyáim vannak, ő nem tenyész kutyát. Neki nincs igazándiból múltja, ő csak kutyát szaporít. Nekem 15 éves kutyám van, amit befogadtam, egy dobták térnek évadján az utcára Debrecen környékén. A saját első kutyám az 12. éves. Hányadik éve kerül megrendezésre a debreceni szervezet által? Ez hatodik éve. Hatodik éve kerül megrendezésre. Eleinte kétszer úgy volt, hogy tájjellegű kiállítás formájában, nagy volt rá az érdeklődés, több mint 400 kutya volt, és azóta viszont cac kiállítás. Miért ez a speciális időpont, hiszen egyedül itt van Debrecenben éjszakai CAC kiállítás?
Hát talán azért is, mert mi kacérkodtunk a gondolattal egyedül, hogy egy ilyet felvállaljunk, és adva volt ez a terület, a futballpálya megvilágítása, és hát állatvédelmi célokat is szolgálna, hogy a nyár közepén a Nagy Kánikullába egy esti show műsor legyen, ahol hűvösebb körülmények között és napfény nélkül tudnak a kutyák mozgolódni és felvezetésre kerülni. Talán ennek is köszönhető az, hogy már most benépesült az egész terület? Mekkora a nevezési létszám? Érdeklődnek sokan ezután a királyítás után? Hát a szívemet melengeti az, hogy hát nagy az érdeklődés. Eddig, ha egy sima cackiállítást rendeztünk, olyan 600 kutya van, de jelen pillanatban majdnem elértük az 1000-et. Azon kívül, hogy gyönyörű szép a futballpálya területe, teljesen alkalmas egy kiállítás megrendezésére, mik azok a dolgok, ami itt még pluszként, pozitívumként jelentkezhetnek a kiállítóknak? Hát első kezdeményezés volt egy egész napos programunk, amíg ringresszúra bemutató, ez a debreceni polgári lakosságnak szántuk, fajta bemutató, hogyha esetleg olyan kutyákat szeretnének vásárolni, akkor elsősorban keressék meg a szakirodánkat, a Debreceni Egyesületet, egy kicsit testközelbe kerüljenek a fajta csoportok kutyáival. Ezen kívül, hogy egy kicsit összerázódjon a bírói testületünk, meg a kiállítók, és talán a bírálat, felvezetés közötti konfliktus helyzetet oldjuk, egy főzőversenyt rendeztünk, ami egy futballmeccsel zárult. Mi lett ennek a végeredménye? Kik voltak itt az erősebbek? Hát egy kicsit röstelkedve mondom, hogy mi nem jól muzsikáltunk, mert kikaptunk 6-0-ra, de el kell mondani, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel. Mint újonnan megválasztott elnökségi tag, az eBugatta műsornéző és a kutyaújság olvasói is fogják tudni, hogy az ön feladatkörébe fog tartozni a kiállítások rendezésének elbírálása. Mik lesznek azok a feltételek, és ön mit tart a legfontosabb feltételeknek, amihez egy jó kiállítás kell? Hát mindenképpen én azt szoktam mondani, hogy egy nagyon nagy körültekintéssel kell megválasztani a pálya helyszínét, mert a bíró és a kutyák és a felvezetők számára nagyon fontos a ringnek a talaja és a nagysága. Ezen kívül, hogy azért elég közel kerüljenek a kocsikkal a ring köré, hogy ne kilométeres távolságba kelljen behúzni a kiskocsijukat, ez az alapfeltétel. A másik feltétele az, hogy egy normális a bírói ellátásba kerül, nem kell itt semmi luxus, egy normális ebéd, egy normális szálloda. Én javasoltam 3 új dolgot ebbe a programba, mert hiszen rám bízták, hogy mindenképpen egész napos állatorvosi ügyelet, humán orvosi ügyelet, itt jelen pillanatban hátunk mögött van egy állatmentő, és ezen kívül a Besting Show programból természetesen egy jegyzőkönyvet fogunk készíteni. Mire lesz ez jó későbbiekben? Miért fontos egy ilyen? Hát ez azért fontos, mert eddig nem nagyon tudtuk, hogy kik nyerték a tenyészcsoportot, a junior csoportot, és ez egy jegyzőkönyv formája, elnökségi irodában lesz lefűtve, és 5 éven keresztül bármikor hozzá lehet ehhez az adatokhoz jutni. Mik azok a dolgok, amivel még önt lehet idézőjelbe zargatni? Milyen feladatokat vállalt még? Hát én ezeket vállaltam egyenlőre, ez jutott, de valószínű, hogy még nem csak én, hanem az 5 társam is nagyon sok feladat hárul rá, hogyha fel tudjuk emelni ugyanarra a szintre ezt a meóét, a magyar ebtenyésztést, ami, hogy mondjam, hogy ugyanolyan európai híre legyen, mint a 70-es években. Mit kell tudni még a mai kiállításról, hogy kezdődnek a programok, és a jövőre nézve folytatódik-e ez a hagyomány? Hát természetesen szeretném folytatni ezt, mert most már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is híre van. Talán azok a bíró kollégák, akik még nem bíráltak itt, mert mindenkit nem lehet meghívni, úgy szeretnénk, hogy mindenki részt vegyen erről, és olyan kellemes emlékkel, meg egy kicsit feltüzelve szeretnek jönni az új bírók, hogy hát sokat hallottak róla, és kíváncsiak várják, hogy milyen lesz. Hány órakor kezdődnek a bírálatok, és így mikor lesz vége a kiállításnak?
egy kicsikét korábbra hoztuk, mert mindig sajnos egy szabadtéri kiállításnak az időjárásnak ki vagyunk téve, és most 18.30-kor kezdődnek a bírálatok, és eddig 20 órakor kezdtük, tehát akkor már kezdett sötétedni, de most ez a hamar azért is van, hogy egy kicsit ne nyúljunk a hajnalban, meg utána még egy ilyen kis fergetezes mulatozásra várjuk az itt lévő kiállítókat, és természetesen a bíró kollégáinkat is. Mint a kiállítás főrendezője és a MEO egyik legnagyobb szervezetének elnöke, mit üzen a kiállítóknak és a MEO tagoknak? Hát mindenképpen szeretettel várjuk a MEO-e kiállításaira, és higgyék el, hogy akik el fognak jönni, nem csak a Debrecenére, hanem a többi rendezvényei, biztos, hogy nagyon jól fogják érezni magukat, és akik esetleg még most vásárolnak kutyát, azok is lépjenek be ebbe a kutyás táborba. Köszönöm. Ez már nincs a film, ugye? Nem kérdezni, hogy milyen fajtákat bírál ma, és hányadszor van már a Debrecen éjszakai CIC kiállításon bíróként? Azt hiszem harmadszor vagyok, és mindenféle fajtát bírálok. Most a szánhúzóktól kezdődően a hovavártokig, közép-ázsiaikig bezárólag. Azt hiszem 60 kutyám van, 63 vagy valami hasonló. De nagyon örülök, hogy itt lehetek, ez egy nagyon jó kiállítás, baromi jó kiállítás. Mindig is nagyon jó hangulatú volt, legalábbis eddig. A mostani is úgy indult, még nagyon jó hangulatú. Hát aztán majd meglátjuk éjfélkor, mi lesz a Best in Show után, de gondolom, hogy az idő nekünk kedvez, mármint az időjárás. Látjátok, még mindig süt a nap, és még este van. Szépek vagyunk, szépek vagytok, legalábbis ti szépek vagytok. Én meg már kellőképpen... És a kutyák milyenek? Eddig nem volt problémám kutyákkal, mindegyik fantasztikus volt, amely eddig bejött. Remélem, hogy ezután is így lesz. Uh-huh. Jönnek ide olyan kiállítók is, akik az éj sötétségét ki szeretnék használni, és esetleg a nem túl jó kutyákat bemutatják, hát ilyenkor a bírók figyelme lankad egy kicsit. Jelent mást a két bírálat? Kigyúlnak a fények, látod? Kigyúlnak majd a fények itt végig, és akkor egészen lehet látni persze. Nem jelent egyébként. Nincs akkor a sötétség, hogy ne vehesd észre azokat a hibákat, amiket mindenképpen észre kell venni ahhoz, hogy jól tudj differenciálni. Hány éve bírálja ezt a fajtát? Melyiket, a szamojedet? 1986 óta. Lehet még valami újat mutatni ennyi év után? Ér még meglepetés, vagy bármelyik fajtában, amit bírál? Ér. Azt szeretem, amikor olyan kutyákkal találkozom igazándiból, akik leginkább megközelítik a standardet, és akkor az borzasztó örömet okoz, hogy felfedezek egy olyan egyedet, ami bizonyos mértékig a mezőnyben, ami kialakul mezőny, mindig minden esetben ugye alakul az évek folyamán mezőny, ami a mezőnybe egy újat hoz neked. Új dimenziókat is nyit meg, és érzed egy új egyeden, érzed azt, hogy valami változás van. Egyrészt jobban felkészített, mondjuk esetleg ez az új egyed, jobb a szőrminősége, látványosabb, lélegzetelállító is tud lenni. Szamojedben van ilyen, nem olyan régen, azt hiszem Tatán bíráltam egy szamojed szukát, aki lenyűgöző volt, és a hazai mezőnyben is, de itt egyáltalában mondjuk Európában, amerre én bírálok szamojedet le és föl bárhol, ott is, nem az, hogy még ott is, hanem mindenütt megállná a helyét. Lélegzetelállító volt a kutya. Ez egy öröm. Az mindig látod azt, hogy ez egészen máshogy alakul a helyzet. Ne kapcsoljon át, a reklám után az e-bugatta adása folytatódik. A műsorblokkunkat támogatta az Akana, a legjobb kanadai kutya ellenem.
tele tojás, tele fény, tele tál. Jászberényben, a Citroën Truka megújult környezetben, 200 négyzetméter bemutatóteremmel, új gépkocsi vásárlásánál már 10% befizetéssel, használt gépkocsi beszámításával, 9 állásos műhelyében modern diagnosztikai eszközökkel, kedvező szervizdíjakkal, havonta változó akciókkal várja kedves ügyfeleit, vásárlói. Citroën. A legmegbízhatóbb, leghűségesebb utitás. Citroën Truka Jászberény. Kutyatulajdonosok részére egyedi kedvezmények. Amikor megszületik, amikor elkezd járni, amikor minden érdekli, amikor házat őriz, amikor dolgozik, amikor otthon vár minket, amikor győz a kiállításon, amikor leérte velünk élete javát. Aki szeret, megérdemli a törődést. Propak, amerikai csúcsminőségű száraz eledel. A Franciaországban gyártott Platazor tápcsalád a legújabb gyártási folyamatok és etetési kísérletek felhasználásával, megújult formában és új magyarországi forgalmazóval áll az igényes kutya és macskatartók rendelkezésére. A Platazor kizárólag kifogástalan minőségű és magas emészthetőségű nyersanyagok felhasználásával készül. A Platazor végig kíséri kedvence életét, hiszen annak kora, aktivitása és egészségi állapota szerint kínál prémium eledeleket minőségihez képest kedvező áron. Az eBugatta műsor együttműködő partnere a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesülete. Teleerő, teletojás, telefény, telitál. Adója 1%-ával támogassa a Hontalan Állatok első magyarországi intézetét. Közhasznú alapítványunk minden fillért gazdátlan állatok ellátására fordít. Adószámunk 18, 23, 29, 67, 2, 43. Köszönjük, hogy segített! Kell számolnunk az eBugatta nézőinek arról, hogy sajnos mindenki által ismert bordói dogunk nincs többé. Viszont nem mondom, hogy el lehet felejteni, de jött egy új kis kutya az életünkbe, amit neked köszönhetünk. Hát a túlzás, hogy nekem köszönhetjük, a kutyáimnak köszönhetitek, meg annak, amit édesanyád eddig a kutyázásban elért. A Connor az egy csúcspárosításból való most Európába, tehát nem minden nagyképűség nélkül mondhatom. Az apja Amerikából érkezett, egy Amerika legjobb kenneléből, a Krovroják kennelből, a Maróti Gabinak a fedezőkanya most éppen a Travis. A mamája pedig, hát Európában eddig egyedülálló eredményekkel rendelkezik, a tavalyi év Európa kiállításának a fajta győztese, amerikai akitában és ötödik lett a kettes fajta csoportban, és ezek mellett interchampion, amerikai champion, tehát nagyon sok címmel rendelkezik már, és hogyha ott meg tudjátok nézni, ő az a sötétebb, és ő pedig egy ilyen rendetlen kiskölyke még, ami most ő 9. hónapos, most vele is ad büszkélkedjek egy kicsit, ő eddig 4 kiállításon volt, eddig 3-szor kölyök Best in Show-t nyert, ez lesz a 4. kiállítás, ami, vagy 5. kiállítás, amin most indul először fiatal osztályban. Miért jó az, hogy egy tenyésztő viszi fel a kutyáit? Itt közben a tulajdonosokkal beszéltem, és azt mondták, hogy a te kezedben sokkal biztonságosabban vannak a kutyák. Nem jó az, hogy egy tenyésztő viszi fel a kutyáit. Én annak vagyok az elve, hogy mindenki a saját kutyáját vigye fel. Tehát itt olyan problémák merültek fel, hogy a mi barátai társaságunk nagyon kirúgott tegnap a hámból, és olyan stádiumban voltak, hogy egy stabil ember maradt a csapatban, aki felmerte vezetni a kutyákat, hogy felbírta, a többiek azok pedig kiestek most a ringből. Hát ez történt, de ahogy mindenki a saját kutyáját vezeti fel. És milyen érzés az, mikor a saját kutyádat, egy saját tenyésztésű kutyád megveri?
Hát egyik szemem sűr, a másik meg nevet ilyen szinten, mert most egy olyan kutya verte meg, most idézőjelben mondom ezt a verte meg, aki nem az én tulajdonom. Tehát egy nagyon jó barátunknál van, de most ő lett a jobb. Hát ezt el kell ismerni. Én ennek örülök jobban, tehát kell a sikerélmény nekünk is, de itt legalább a gazdának is megvan az adva, hogy igen, hát nagyon jó a munkája, amit eddig a kutyán végzett, és ez az ő elismerése 100%-osan. Pontos az egy tenyésztő életében, hogy így összegyűjtse az embereket, akiknél a kutyái vannak, összejárjanak, megbeszéljék a tudnivalókat, a fontos dolgokat, és utána a kiállításokon is együtt szerepeljenek? Persze, mindenek előtt. Nálunk ez úgy zajlik, hogy vagy barátaink visznek el tőlünk kis kutyát, aki már régebben kutyázott, vagy olyanok, akik úgy lettek barátaink, hogy már vittek előzőleg kiskutyát. Tehát így bonyolultnak hangzik így első mondásra, de csak olyan emberkékkel vagyunk körbevéve, akik kutyások. És nagyon, nagyon jó hangulat van köztünk, mint itt láttad, és az előbb is le kellett a társaságot egy kicsit csitítani, mert nem hallottuk saját hangunkat. Én ennek örülök, jól érezzük magunkat, egymás kénye kedvére, itt elbohóckodunk, elhülyeskedünk, elhazudozgatunk egymásnak, és ez tetszik, ezért jövünk, ezért a hangulat érjünk a kiállításra. Ez a típusú kutya nagyon egygazdás kutya, és nagyon azt mondják róla, hogy más kutyát nem tűr meg maga mellett. Mégis itt az idézőjeles kiállítási kutyák teljesen jól el vannak egymással. Hogyan lehet ezt elérni, hogy otthon közben meg ugyanúgy őrizzék a házat? Az igazság, mi gyakorlunk velük. Tehát itt, ahol most ezen a gyönyörű helyen kint vagyunk itt Debrecenben, ez a Debrecen MEO-jának a kiképző pályája is, ez a kiképző bázis, mert azért szombaton, hogyha nincsen kiállítás általában, főleg a téli időszakban, mi itt télben, hóban,